Lebontották Nagyváradon az Ady Endre központot, amelyet 14 évvel ezelőtt a magyarországi miniszterelnöki hivatal támogatásával kezdett el építeni a mecénás alapítvány. Az Erdélyi Magyar Néppárt azt követeli, számoljanak el a magyar kormánypénzekkel, a váradi közösségnek pedig nyújtsanak erkölcsi jóvátételt a költő nevének meghurcolásáért. A mecénás alapítvány 2003-ban pályázat alapján nyert el 1,1 millió eurót a megyesi kormánytól, egy kulturális konferencia központ és egy termálszálló építésére Nagyváradon. Az elbukott beruházás miatt az alapítvány tavaly elcserélte a városszéli épületet a nagyváradi önkormányzattal egy belvárosi épületre, Diósiné Brühl Adél, azaz Ady Endre múzsájának, Lédának a házára. A félkész beruházás így az önkormányzat tulajdonába került. Egy magán cég megvásárolta, a vételárat ki is fizette, azután pedig november letette a dokumentációt a bontási engedélyre, november 29-én a bontási engedély ki lett adva, és a mai napig, mint látjuk, lebontották az ottani építményeket, amelyek azon a területen voltak. Az Erdélyi Magyar Néppárt Bihar megyei szervezete sikkasztással és pénzmosással vádolja a mecénás alapítványt, mert szerinte az előnytelen ingatlancserét hajtott végre, amikor az 1,1 millió eurós beruházást a 270 ezer euróra felértékelt Lédaházra cserélte, a fennmaradó összeggel pedig nem számolt el. Továbbra is azt várjuk, illetve azt gondoljuk, hogy az a legkevesebb, hogyha a hiányzó mint egy 800 ezer eurós támogatási összeggel végre az RMDSZ közeli mecénás alapítvány elszámolna, és megtudhatnánk, hogy ezzel az összeggel valójában mi is történt. A mecénás alapítvány ügyvezetői azt mondják, ők hiánytalanul elszámoltak az összeggel annak idején, és a mostani számonkérés csak kampányfogás. A megkapott támogatással tételesen elszámoltunk a magyar kormány felé, a magyar államigazgatás igazolta az elszámolásunkat, elfogadta azt, és tudomásunk szerint hozzánk egyetlen egy, az elmúlt 15 évben egyetlen egy kivizsgálási kérelem sem érkezett. Egy Érmincenten épülő Ady Endre kulturális központ és termálszálló építését eredetileg Tőkés László akkori királyhegomelléki református püspök vetette fel, és kért rá támogatást az akkor hivatalban lévő Orbán kormánytól 2002 elején, ám a kormányváltás miatt nem kapta meg a támogatást.